Jézus születésének ünnepén és az új év közelettével az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői is üzenni kívántak a magyar közösségnek, nem csak a saját felekezetüknek, hiszen karácsony a szeretet és az egymásra találás ünnepe. A mai világnak, a betlehemi kisdednek azt az üzenetét kellene megértenie, hogy az egyszerűséggel, alázattal, megközelíthető szeretettel lehet valaki hatalmas. Ezt üzeni az ünneplő keresztényeknek Böcskei László nagyváradi katolikus megyéspüspök üzenetében. A betlehemi kisded erősítse meg hitünket és bátorítson fel bennünket arra, hogy Istennek eme országában mi is építők legyünk. Kezdjük ezt önmagunkban, környezetünkben, a családban, és ezáltal valósítsuk meg az új világot. Legyen egy új világ kezdete az idei karácsony. Áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek. Induljunk el Isten és egymás felé a szeretet jegyében. Ez Csűri István Királyhágó melléki református püspök üzenetének vezérfonala. Elindultunk az Isten fele, vizsgáljuk meg azt is, hogy el tudunk-e indulni egymás felé. Testvér a testvérhez, a más nyelven beszélőhöz, a másik felekezetőhöz. El tudunk-e indulni úgy, hogy a keresztény világ egy olyan mozgásba jöjjön, amelyre szüksége van mindenkinek. Azért, mert így fogjuk tudni dicsérni és magasztalni az Urat, és így lesz a mi karácsonyunk. Mozgalmasan bátor, bátorsággal megtelő szeretettel teljes. A többi felekezet irányában nyit jó kívánságaival Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök is. Adjon a jó Isten áldott karácsonyi ünneplést. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Unitárius Egyház vezetői és hívei nevében, és vezessen át bennünket a gondviselő Isten egy áldottabb, nyugodtabb, tisztább és világosabb új esztendő fele. Áldott karácsonyt, boldog új évet kívánok! A keresztény felekezetek képviselői szerint karácsonykor a békéért is hálát kell adnunk, azért, hogy idén is Betlehem fele tekinthetünk és ünnepelhetünk.